Sziasztok, szeretettel köszöntelek titeket! A Geri Budai YouTube csatornát nézitek. Budai Gergely vagyok, és itt vagyunk egy újabb kicsomagoló videóban, amelyről már Instagramon láthattatok egy képet, egy boríték formájában. És ez egy icike-picike kis termék, amelyből három lapul ebben a borítékban, amiről már készítettem fényképet. Óraszéjakat rendeltem, méghozzá egy magyar alkotóműhelytől. A Misi alkotóműhely bőr termékekkel foglalkozik, óraszéjakat, öveket gyárt, minőségi, valódi bőrből, és annyira megtetszettek a termékei Szabó Mihálynak, hogy úgy döntöttem, hogy az Apple Watch Series 4-es órámhoz rendelek három darab szíjat, egy feketét, egy barnát és egy kéket. A fekete az elegáns viseletnek lesz a képviselője, a barna a kockás ingek, a laza viselet, illetve a kék a farmerhoz, kék ingemhez és a kék öltönyömhöz rendkívül fog passzolni. Na de nézzük is, hogy mi van a borítékban. Nos, itt van a három szíj, mint láthatjátok. Mindegyik szíj egyénileg készül méretre, és ahogy látható, itt van Misinek a emblémája, illetve papírja. Szabó Mihály telefonszáma is megtalálható, úgyhogy bátran keressétek fel őt, hogyha minőségi bőrtermékeket szeretnétek vásárolni. Na de akkor nyissuk is ki az elsőt, amelyhez kelleni fog egy olló, vajon? Nem? Sikerült? Ó, két helyen is le van ragasztva, szuper! Ehhez hozok egy ollót, pillanat. Már itten is vagyok, meghoztam a nagy ollót. Egy perc alatt el is várjuk. És itt lapul benne az óraszíj. Egy egyszerű nejlon zacskós csomagolás. Semmi túlcsicsázottság. És egy névjegy van benne. Így van. Elsőként a feketét sikerült kinyitnom. Amikor rendeli az ember az óráját, akkor megkérdezi, hogy milyen varrással, milyen csatlakozóval szeretni. Mivel az én kezem kicsinek számít, mint ez 16 cm a csuklomnak a kerülete, így az én méreteimhez igazítva készítette el a szíjakat. Fekete csatlakozóval, mint azt láthatjátok, hiszen az órám is fekete, és a csatja is fekete az órának. Rendkívül szépen van megvarva, fekete varrás van rajta, és nagyon minőségi. A szíjról azt kell tudni, hogy vízlepergető réteggel van ellátva, illetve tisztítása rendkívül egyszerű, hiszen egy nedves törlőrongyal át lehet törölni, nem igényel semmilyen ápolást, és úgy vannak elkészítve ezek a bőr szíjak, hogy mindig rugalmasak legyenek, tehát hosszú életre vannak tervezve. Így néz ki ez a hosszú része a szíjnak. Úgyhogy nagyon szép.
Most megnézzük a másikat. Hát én ebben nem fogok bíbelődni. Nemes egyszerűséggel elvágom itt a ragasztót. Ezzel már gyorsabban végeztem. Ez a sötét kék óraszíj, mint láthatjátok, szintén kék varrással, tehát ugyanolyan színű a varrása, mint a feketének, passzol az eredeti színhez. Lehet kérni fehér, kék, sárga, bármilyen színű varrással, ahogy az nektek tetszik. Bújtatója is elmozdítható, tehát oda tudjátok illeszteni. Illetve egy gyönyörű, szép, sötét kék csattot kapott. Az órához pedig, ahogyan a fekete is, egy fekete csattal csatlakozik. Mindjárt kipróbáljuk majd az órán is. És akkor nézzük meg a harmadikat, amely pedig a sötét barna. Na, azért. Azt hittem, hogy nem jól vágtam át. És itt van a barna szíj, ami szerintem szintén nagyon elegáns. Barna varrással, fekete csattolással és fekete bújtatóval, vagy hogy nevezik ezt a részét. Kicsit be kell járatni, azért van ilyen vicces hangja. Nos, hát a három szíj az így néz ki. A kék és a barna. Valamint a fekete, és itt belül a szíjon most vettem észre, hogy benne van Misinek a márka neve is. Nem tudom, videó mennyire fog kijönni, de majd csinálok róla fényképeket, és megtaláljátok a Facebook oldalamon. Na de akkor nézzük meg, hogy hogyan is mutat egy-egy szíj magán az óra.